Diákok számára hirdetett nagybőti ifjúsági imaestet a Főegyházmegyei Ifjúsági Iroda az Eszterházy Károly Főiskola lelkészségével közösen március 25-én. A zsúfolásig telt líceum kápolnában Galo Gábor atya, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense mutatott be szent misét. Mint fogalmazott, az ember örök vágya, hogy valaki által szeretve legyen. Mindig, mindenhol ugyanúgy. A nagybőjt és a kereszt legnagyobb titka pedig pont abban rejlik, hogy Isten vágyaink szerint szeret bennünket. Amikor nagybőjtben keresztutat járunk, amikor föltekintünk a keresztre, ez kell, hogy mindig a szívünkben visszhangozzék, hogy nagyon értékes vagy, hogy Krisztus Urunk halálosan komolyan vette az emberek szeretetét. A Teremtés könyvétől kezdve az egész Szentírás erről szól, hogy Isten mennyire szereti az embert, vágyai szerint, hogy ez a vágyunk beteljesedhet, hogy megtapasztaljuk azt a szeretetet, amely belsőleg szabaddá tesz, hogy bűneink ellenére, hibáink ellenére tudunk minden nap úgy járni ebben a világban, hogy a keresztre föltekintünk, rádöbbenünk arra, hogy szeretett emberek vagyunk, nagy esszel és a végén két tével. És ez a nagy pénteknek a csodája, ami nem akar nekünk lelkifurdalást okozni, nem akarja azt hirdetni, ember szégyeld magad. Egy nagy üzenete van, hogy szeretett emberek vagyunk. És húsvétnak onnan van komolysága, ha az ember a feltámadásban ezt hiszi, hogy az a Jézus támad fel, aki bennünket ennyire szeret, az a Jézus él, ki elment értünk a végsőkig. Addig a pontig, amelyet már az ember be se bír fogadni, nem bír megérteni, mert ha megértenénk teljesen, egész életünkben sírnánk örömünkben. De ez a boldog érzés, hogy szeretett emberek vagyunk, támaszon fel bennünket húsvétra, egy tisztább, igazabb életre. A szintén hagyományosan megrendezésre kerülő Egedhegyi keresztútra március 28-án szombaton várja a fiatalokat az ifjúsági iroda. Az imádságos menet délelőtt 10 órakor indul az Egri Minorita templom elől.